jövő zenéje. A Lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje, a Lángoló podcastje. Nem tudom, hányadik adásunk az az igazság. Ezért jó az, amikor az ember előre is vesz fel egy-két adást pufferban, hogy nem mindig másnap kelljen leadni a dolgot, mert fogalma sincs, hogy hányadiknál van, de valahol a, nem tudom, harmadik, negyedik, ötödik környéken lehetünk. Szerintem használjuk az aktuális adás a fordulatot, vagy nem. Így van. Ez a legújabb adás, természetesen. Rab Árpád az egyik, hát ő most már műsorvezető, ugye állandó vendég. Mai nem állandó vendégünk viszont Petrétei Dávid, akit nagyon unod már, hogy magyar Dexterként vezetnek föl mindenhol? Hát nem fordul elő olyan gyakran, szerencsére, de nem, ez megtiszteltetésnek veszem, és én is üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek, és kíváncsian várom, hogy merre fele kanyarodik majd a beszélgetésünk. Szerintem fejtsük is ki gyorsan ezt a magyar Dextert, nyilván nem a sorozatgyilkos mi voltra gondolunk, ellenben a sorozatgyilkosok elkapásának mi voltjára, ugyanis te ugye a Közszolgálati Egyetemen tanítasz, és bűnügyi, nem is tudom, mi a pontos. Igen, a Közszolgálati Egyetemen tanítok a rendészettudományi karon, és ott az úgynevezett nyomozás elméleti tanszéken tanítok kriminalisztikát, röviden a bűnüldözésnek a tudományát, de előtte 2006 és 2018 között a területen dolgoztam, a gyakorlatban dolgoztam túlnyomó részt bűnügyi technikusként, tehát helyszínelőként, és itt ragadt rám a vérnyom elemzés tudománya, vagy ennek a szakterületnek a fogásai, amit mind a mai napig a gyakorlatban szoktam kamatoztatni. Szakkonzultásként vagy szaktanácsadóként éles ügyekben szokták a segítségemet kérni kollégák, akár a rendőrségtől, akár bíróságoktól. Úgyhogy nem szakadtam el teljesen a gyakorlati munkától sem az oktatás mellett. Elképesztő elhangzik ez egyébként. Mennyire szabad beszélni ügyekről különben? Mert hogy amikor rendőr vagy ex-rendőr barátokkal beszélgetünk, akkor azért nagyon gyakran felmerül ez, hogy hát ezt nem mesélhetem el, ezt sem mesélhetem el, ezt sem. Vannak azért olyan ügyek, amikről lehet mesélni? Hát a bűnügyi technikának az a szépsége, hogy a teljes nyomozásnak egy nagyon fontos, de azért nagyon kis szeletét látjuk csak. Én úgy adott esetben tudok ügyekről beszélni, hogy mondjuk helyet, pontos időt nem mondok, és tanulságokat ennek ellenére lehet mondani. Fú, de jó, akkor szerintem még ilyenre is sort kerítünk, ha már így felcsigáztuk a hallgatókat. Kicsit átnézek Árpira is, hogy Árpi, te azt tudod, hogy a rendőrség mint olyan az vajon mióta létezhet, vagy rendvédelem, vagy ez már az ókori görögöknél is biztos volt valami. Már megint a definícióknak vagyunk. Hát, hogyha úgy érted a rendőrséget, hogy néhány úriember mondjuk egy államszervezet megbízásából vigyáz a lakosságra, azok már kezdetektől sumereknél is voltak ilyenek. Erőszakszervezetként. És Dávid, nálatok van ilyen történeti összefoglalás, hogy a rendőrség eredete? Természetesen van, bár ez annyira szerteágazó, hogy mindenki inkább a saját szakterületének az eredetével foglalkozik. Én inkább a kriminalisztikának a kialakulását, illetve magának a kriminalisztikának a történetét hát kutattam, hogyha ez így nem túl erős szó. Alapvetően ugyanis valóban amióta léteznek társadalmak, vagy faluközösségnél bonyolultabb emberi szerveződések, azóta valamilyen módon a elkövetett jogsértést ezt igyekeznek üldözni, megtorolni. Ennek ellenére kriminalisztikáról igazából csak a 19. század vége óta beszélhetünk. Micsoda meglepetés. Nincs olyan téma különben, ami szinten állunk, ami nem a 19. század végén. Hát mert ez is a tudomány fejlődésével párhuzamosan, tehát az, hogy tényeket meg ahhoz kell adatbázis, és ahhoz kell összevetés, mert én értem a Sherlock Holmes csak így, mi is alig haladjuk meg a szintjét mondjuk, mikor nagyon okosak vagyunk, de igen, tehát ez a tudományfejlődése párhuzamosan az objektív. Pontosan. Korábban is kíváncsiak lettek volna az igazságra, csak nem volt hozzá megfelelő eszközparkjuk. Igazából a kínvallatás is nagyon szép cél érdekében történt, a tényleges igazságra voltak kíváncsiak. Mivel nem volt más eszközük, ezért megkínozták azt, aki vallomást tesz, bízva abba, hogy így akkor hitelesebb lesz. Tehát. Hát erről azért megoszlanak a vélemények, tehát hogy olyan hát, értelemben, hogy mennyire hiszel abban, hogy valóban az igazságot fogod a végén kapni, vagy leszállítasz egy bűnöst, ugye. De el is érzékenyültem, mert ez a bűnügyi cucc, ez ilyen tök szexi, meg voltak ezek a sorozatok, meg minden. Pontosan. És azt sejtem, hogy ott gyorsabban csinálják azt, amit ti ugyanaz, de lassabban. De én azon gondolkodtam most, hogy itt meséltél, hogy mik voltak az első olyan nyomok, amiket elkezdtek így összegyűjteni. Ez új lenyomat, vagy valami a helyszínen, mik voltak az elsők, amik elkezdtek így gyűjteni? Hát igazából pont az új nyomoknak a szerepe, az pont a 19. század vége, és talán az volt az egyik olyan nagy lökés, ami a kriminalisztika önálló tudományá fejlődését, vagy legalábbis eljutottunk odáig, hogy ezt érdemes kézikönyvbe kiadni, és egy önálló névvel illetni azt, amit a nyomozók, vagy a vizsgálóbírók, ugye abban a korban a vizsgálóbírók végeztek munkát.
A legelső az a történelemben inkább az orvosi kérdések voltak, a szüzesség vizsgálatától kezdve az élveszületés vizsgálatán át a sérüléseknek a súlyosságáig. Ez is olyan, hogy már az ókortól ezek nagyon fontos kérdések voltak. A rumaiaknál is egy csecsemő, hogyha élveszületett, akkor jogképes volt a fogantatás időpontjáig visszamenőleg. Tehát, hogyha az édesapja neki a terhesség alatt meghalt, akkor nagyon fontos volt, hogyha ő élveszületett, és akár csak egy pár percig életben volt, az idő alatt megörökölte az apja vagyonát, tulajdonát, és ha ezután meghalt, akkor ő utána örököltek a további rokonok. Ha viszont nem született élve, akkor kiesett ez a lépés, és akkor teljesen más rokonok örökölhettek. És hatalmas vagyonok meg tudtak fordulni ilyen problémákon, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy hitelesen meg tudják állapítani, hogy például egy csecsemő az élve születette, volt-e életben legalább egy-néhány percig. Talán ezek voltak vagy sem. Igen. Ezt általában úgy, hogy a tüdejébe jutott-e levegő, vagy sem. Tehát ez volt a módszer nagyon sokáig. Drága római jog. Ugye egyébként, ha már itt tartunk, akkor maga a büntető jog sem olyan nagyon régi. Ugye Magyarországon a Csemegi Kódex volt talán az első, vagy ami már így kodifikálta a komplet büntető jogot, és az is 101 néhány éve. Igen, az kicsi kívül az volt az első, még azt mondhatjuk, hogy a magyar büntető kódex volt. Korábban is voltak büntető jogszabályok, rendszabályok, Habsburg császárok ezek hozták, és akkor ezek változatosan vagy hatályba léptek az országban, vagy nem léptek hatályba, csak Ausztria, Csehország területén, és így tovább. Illetve a Csemegi kódex volt az, amire azt mondhatjuk, hogy modern büntetőjog volt, tehát amiben már a felvilágosodásnak az eszméi bőven teret nyertek, már az akkori büntető elképzelések, amik sokkal humánusabbak voltak, mint akár mondjuk a francia forradalom előtti időszakban. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk, hogy a Csemegi kódex volt az első, igen. És akkor ezt követte az eljárási törvény is a század végén, ami szintén már magyar, és már viszonylag modern volt. Nekem már is van egy kérdésem. Tudom, hogy most török, meg trollkodok, de adatbázis építés. Ott van az új lenyomat, valaki kitörpöli, hogy figyelj, az új lenyomat minden embernek különbözik, ami az elején mondjuk egy elmélet volt, de mondjuk igen, mindenki igen. Elhitte. És akkor mi van? Tehát, hogy van két emberről új lenyomatunk, tehát, hogy elkezdtek mindenkiről új lenyomatot venni, vagy most Magyarországon mindenkiről van új lenyomat, vagy mit élsz egy új lenyomattal? Ez nagyon jó kérdés. Ez alapvetően úgy indult, hogy valóban az elején, hát ezt főleg angol tudósok, szakemberek, akár gyarmati tisztviselők ezeket megfigyelték éveken, évtizedeken keresztül, és egy angol polihisztor Galton volt, aki összefoglalta Új nyomatok című könyvében, a 19. század legvégén ugyancsak, hogy minden új nyom egyedi, és minden új nyom változatlan a születés előttől, tehát már az anyamében kialakul, és onnantól kezdve a kézméretbeli változásait követi, de eltűnni vagy megváltozni az a halált követően fog a bőr feloszlásakor, és ezt rögtön elkezdték alapvetően a csavargóknak a kiszűrésére, akik álnevet használnak. Volt ilyen önálló büntetőjogi vagy szabálysértési tényállása például az angoloknál is, hogy csavargás. És mivel ők mindig más-más nevet diktáltak be, ugye nehéz volt megállapítani, hogy visszaesők-e, valóban körözik-e őket, valahol máshol követtek el bűncselekményt. És gyakorlatilag ez egy ilyen személyazonosítási módszerként náluk terjedt el utána. Ezt a BRFK vezette be hazánkban 1904-ben, kontinentális Európában elsőként, egy időben az Egyesült Államokkal, ahol a hadsereg vezette be a katonáknak az azonosítására. Tehát amikor valaki belépett az Egyesült Államok hadseregébe, akkor azt hiszem, hogy akkor öt ujjas, tehát az egyik kezének az öt ujja nyomatát vették nyilvántartásba. Önmagában egy új nyomattal nem érünk semmit, kell hozzá összehasonlítási alap, tehát vagy a adatbázisban kell szerepelnie az illetőnek, olyan adatbázisban, amihez hozzáfér a szakértő, ugye ez is nagyon fontos, vagy pedig prezentálni kell magát a személyt, akitől ott ellenőrzött körülmények között leveszik a nyomatot, és akkor azt tudja egy másik nyomattal, vagy egy helyszíni nyommal összehasonlítani. Ez itt nekem mindjárt eszembe is jut egyébként, hogy maga az összehasonlítás, ugye manapság nyilván oké, képernyőgép összerakja, előtte valószínűleg fólia, de hogy mondjuk a 19. század végén, akkor tényleg bogarázták, pauszpapíron átrajzolták? Nem, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy Galtonnak volt ez a két axiomája, hogy az új nyom egyedi és az új nyom változatlan. Nem sokkal később Henry nevű, egyébként rendőr tisztviselő Galtonnal közösen megállapították, hogy annak ellenére minden új nyom egyedi. Annak ellenére ez nagyon-nagyon jól adatbázisban rendezhető, ugyanis nagyon jól osztályozható. Aha. És ha igen, illetve típusok, fajták és ezeknek a sorrendje, tehát nagyon jól kialakították, Galton-Henry osztályozási rendszernek is hívják, hazánkban is ezt használták egyébként a számítógépes nyilvántartást megelőzően. 10 ujjas nyomat rettenetesen jól kereshető, nagyon jó struktúrált adatbázisba össze lehet rendezni. De várjál, hogy most ott tartunk, hogy van egy csomó papírkartonunk. Van mondjuk már 1914-ben Magyarországon, mondjuk Békéscsabán valaki 10 ujjas adatot.
És akkor Budapesten elkezdenek nyomozni, akkor ő hogy nézi meg a Békés Csabán levő papírkarton? Hát ez nagyon fontos volt, hogy ilyen nyilvántartó hivatal ez Budapesten működött. Tehát ezt itt hozták létre, először a BRFK-n 1904-ben, és utána 1909 körül az egész országra. Ugye akkor még nagy Magyarországra, tehát a királyi Magyarországra kiterjesztve, de Budapesten gyűjtötték. Tehát megvolt a szabály, ahogy egyébként mind a mai napig megvan a szabály, hogyha valakit nyilvántartásba vesznek, akkor záros határidőn belül ezt el kell küldeni a most már ugye a Nemzeti Szakértő és Kutató Központba, vagy digitálisan azonnal, vagy papír alapon, és akkor gyakorlatilag az első postával. Szóval ez így történik meg. Egyébként valóban nagyon nehéz lenne, hogyha széttagolt lenne az adatbázis, tehát ez már az első pillanatokban felismerték, hogy ezt koncentrálni kell. És magát az új lenyomat, ugye az, hogyha ott van az ember, akkor persze értjük, hogy hogy veszik le, de azt, hogy mondjuk tárgyakról ezt le lehessen venni, az nagyjából ugyanígy a 19. század végén már meg volt a technológia hozzá? Igazából az egyik úttörője, aki írta arról, hogy vizsgálni kellene az új nyomokat, új nyomatokat, mert hogy valószínűleg egyediek. Ő felvetette így elméletben a 19. század végén, hogy ezt akár tárgyakról is le lehet venni. Ez valamivel később vált uralkodóvá. Tehát a daktiloszkópia karrierjének az első mondjuk 10-15 évében ez sokkal inkább személyazonosítást, személy-személy összehasonlítást jelentett. Ez az álnevet használók, stb. De például 1907-ben itt Magyarországon volt egy olyan világra szóló bűnügy a dánosi rablógyilkosságról, színen hagyott új nyom alapján sikerült elkövetőt fogni. Ez abban az időben viszonylag nagy szenzációnak számított, szakmai körökben mindenképpen, és innentől kezdve hát mondhatjuk, hogy rohamléptekkel terjedt el az is, hogy helyszíni új nyomokat tudnak rögzíteni. Az volt talán az első gond, hogy ezekben az első időkben azokat az új nyomokat tudták rögzíteni, ami látható volt. Uh-huh. Tehát dánosi ügyben is üvegen vagy üvegpoháron volt vérrel szennyezett új nyom, ezt ki lehetett fényképezni fototechnikával, korabeli fototechnikával. Az, hogy egy teljesen láthatatlan, ezt látensnek hívjuk, tehát lappangónak hívjuk, egy olyan újnyomnak a láthatóvá tételére milyen optikai, fizikai, vegyi módszerek vannak, ez egy máig fejlődő tudomány. Nagyjából ekkor kezdődött ez is, tehát a 10-20-as években kezdték el azokat a módszereket, amikkel láthatóvá lehet tenni. Már egy csomó kérdésem lett. Egyrészt akkor ezek, ebben az első bűnügyben az egy jó nagy szerencséjük is volt, mert ő szerepelt az adatbázisban az az új lenyomat, ami végül is a gyilkosság helyszínén is szerepelt. Nem, itt még nem volt erről szó, itt még nem volt országos adatbázis. Ellenben újnyom szakértők már voltak a BRFK-n, és a nyomozást végző csendőrség az tudta, hogy van ilyen lehetőség, hogy újnyom alapján lehet azonosítani, kértek szakértőt. Másrészt pedig voltak gyanúsítható személyek. Nagyon sokan. Pont ez okozta a gondot, hogy nagyon sok személyből nyilván csak néhányan követték el magát a bűncselekményt, ők megtagadtak. Uh-huh. És kellett egy olyan módszer, ami viszonylag hitelesen meg tudja mutatni, hogy ők valóban ők jártak a helyszínen, és erre alkalmas volt az új nyom. A másik az, hogy kezd egy olyan érzésem lenni, hogy én mindig új lenyomatot mondok, nem meg új nyomatot. Tehát az a helyes, ugye? Ez a új nyom, úgy mondjuk. Igen, ez szakmai ártalom. Igazából, amit a személytől veszünk le ellenőrzött körülmények között, az mindig az új nyomat, amit a helyszínen talál, az még mindig az új nyom. És ez új lenyomat, ez valami baromság, amit én valahol hallottam. Az a széleskörű, hogy úgy mondjam, köznyelvi változata, csak mi azért különböztetjük meg, mert az új nyom az mindig egy helyszíni, az új nyomat az pedig mindig egy ellenőrzött körülmények között levet, és akkor az új lenyomatot igazából nem használjuk. Hát de használjuk mi is helyesen. Van, hát sose szabad, hát egy szaknyelvnek soha nem szabad. Emlékszem, mikor úttörő vasutas voltam a 80-as évek végén, és valaki bemondta, hogy szemafor, és már jött is a pofa, hogy jelző, tehát hogy így nem lehet ugyanazt a terminológiát használni szaknyelvben, mint a köznyelvben, de mondjuk ez valószínűleg már csak azért is amúgy érthető, mert hogyha valaki ezt például tudja, akkor nyilván ti is értitek egymást, hogy igen, akkor egy szakemberrel beszélgetsz, és az igen, nem mindegy. Igen. Elképzelhető az is, hogy hagyunk szóhoz jutni, de még van egy kérdésem. Nem tudom, hogy ez most publikus adat, vagy lehet egyáltalán tudni, de most például Magyarországnak, vagy nem tudom, az Európai Uniónak, bárhogy egy országnak kb. Hány a lakosság mekkora részének van új lenyomata, tehát hogy most rögzítve egy rendszerbe, tehát hogy most így jön egy, mert hogy mondjam, van egy halvány gyanú bennem, hogy amikor vannak ezek a titkos ügynökök, csak a kis telót oda tartják, és azonnal végfut a szkenner, és fölbukkan a csúnya felű bűnöző, hogy nem mindenki van ezekbe benne. De... Nem, természetesen nem. Sokféle adatbázis van, és ezeket jogi okokból, adatvédelmi okokból kellően szét is van tagolva. Tehát bizonyos bűncselekmények gyanúsítottjaitól le kell venni az új nyomatot, ez akkor nyilvántartásba kerül. Innentől kezdve az ő ellenük folyó büntetőeljárás későbbi sorsa határozza meg, hogy ez marad-e a rendszerben, és hogyha jogerősen elítélik őket, akkor ezt mennyi ideig kell a rendszerbe tárolni, vagy pedig a rendszerből ezt törölni kell.
ez az egyik nagy, tehát a büntető eljárás alatt állók nyilvántartása. Ezen kívül van egy másik nagy, az az idegenrendészeti nyilvántartás. Hogyha harmadik országból be kívánnak lépni a hazánkba, akkor nekik az ujjamatukat meg kell adni. Bocsánat, például, a harmadik az mit jelent? EU-hoz képest? EU-n kívüli. Hát majdnem, csak ugye vannak olyan EU-n kívüli országok, amik szintén EU-nak számítanak ebből a szempontból, tehát Svájc, Izland, meg még néhány, most így pontosan nem tudom. De mondjuk a Kanadából valaki bejön, akkor őt... Lehet, hogy Kanada is ebbe belefér, de például Koreából vagy Kínából, akkor valószínűleg igen. Aha. Tehát akkor igen, tehát az mindenképpen harmadik országnak számít. Ez a Schengeni térségen kívüli, és akkor gondolom ezt elég bonyolult egyezmények szabályozzák, persze, hogy ki az, persze, aki. De hogy az első világból is, igen. Szóval nem csak a latorállamokból, Észak-Koreából, Perúból is akár. Az is nagy különbség, hogy egy gyanúsítottól leveszik a 10 ujjas nyomatot és a 2 tenyér nyomatot hazánkban. Máshol csak a 10 ujjas nyomatot, ez is változik. És egy idegenrendészeti nyilvántartásban, de pedig csak 2 új kerül, általában 2 mutató új, ha jól tudom, vagy 2 hüvelykúj. A harmadik, vagy egy teljesen másik nyilvántartás az a menekültügyi. Tehát aki menekült kérelmet terjeszt elő, azoknak is az új nyomata nyilvántartásba kerül. Akkor megvan, hogy azok, amik idegenrendészeti menekültügyi nyilvántartások, azokban nagyon könnyen bele tud nézni az EU-n belül bármelyik szakértői szerv vagy hatóság. Egy bűnügyiben már jóval kevésbé közvetlenül tud benézni. Vannak ilyen egyezmények is, Prümi egyezmény például, ami lehetővé teszi, hogy részes államok azok belenézzenek egymás DNS nyilvántartásába, unió nyilvántartásába, jármű nyilvántartásába és így tovább, viszonylag egyszerűen diplomáciai csatornák nélkül. Ezen kívül van még egy nagy, a kideríthetetlen helyszíni nyomoknak a nyilvántartása. Az is egy bűnügyi típusú nyilvántartás, hogyha bűncselekmények helyszínén, amit találnak, azonosításra alkalmas új nyomokat, nem tudják személyhez társítani, az ügy az megoldatlan, akkor azok ott vannak az adatbázisban. Ebből vannak ezek a angolul cold hitnek nevezett találatok, amikor adott esetben évekkel később, vagy hónapokkal később valakit új nyomatolnak, teljesen más bűncselekmény miatt, és bekerül a nyilvántartásba, automatikusan fut a keresés, és akkor kidobja, hogy ez egy szóba jöhető, ez egy helyszínen talált új nyommal megegyezhet. Király. Én azt látom a mostani filmekben, nyilván dokumentumfilmek ezek, de hogy mindent így ecsetelgetnek, meg ilyen ultrafényel körülnéznek, amit mondtál elején, hogy igen, az üvegpoharas trükkről, most már mindenhonnan levesznek minden, nem számít az anyag, meg a... Hát, de méret. Azért nagyon sokat számít, de mondtam az előbb, hogy ez máig fejlődik, vagy mondhatjuk szinte, hogy máig fejlődik, hogy milyen anyagok, vegyi módszerek vannak, amik bizonyos összetevőivel reagálnak az únyomot alkotó anyag maradványnak, tehát akár a fehérjével, aminosabbval, akár a véres únyomok esetén annak az összetevőivel, akár zsírral, és így tovább, és megvan, hogy bizonyos felületekre valamelyik módszer jó, bizonyos felületekre valamelyik más. Van olyan módszer, aminek az a korlátja, hogy ha azt alkalmazzuk, akkor később más módszert már nem tudunk, tehát lehet egy ilyen sorrendje is a dolgoknak. Az talán így erős túlzás, hogy minden felületről mindent le lehet szedni, mert sajnos ez nem igaz, vagy hát bűnüldözési szempontból sajnos ez nem igaz. Általában a sima felületek azok, amik jó únyomhordozók, tehát ami egy ilyen recés felület, azon ugye nem maradnak meg ezek a fodorszál rajzolatok. Ugorjunk egyet az időben szerintem, és beszéljünk arról, hogy mi volt aztán a következő ilyen nagy áttörés bűnügyi technológiai szempontból, és mikor. Hát ha úgy vesszük, akkor még az únyom előtt is volt egy, az én véleményem szerint is ez a fényképészetnek a feltalálása és általánossá válása. Ez is olyan, hogy föltalálják az 1820-as vagy 30-as években, ugye attól függő, hogy melyik feltalálóhoz kötjük, mert robbanásszerűen elterjed, és az 1840-es években a belga rendőrség az már használ fényképeket, pont ugyanezekből a személyazonosítási célokból körözött bűnözők, ismert bűnözők portréit megörökítik. Írásszakértők használnak fényképeket, hogy az aláírást kifényképezik, és ilyen nagy fényképformában a tárgyaláson tudják lobogtatni, hogy a következtetéseiket elmondják. Ez is nagyon érdekes, hogy a fényképezőgépek ugye eleinte elég nehezen mozgatható, nagyon nehéz velük szabadban vagy élőképeket megörökíteni. Amikor eljut oda a fejlődés, hogy hordozhatóvá válnak, akkor azonnal elkezdi a rendőrség ezt használni helyszíneknek a megörökítésére is. Ezt a 1880-as években a Bertillon nevű francia híres kriminalista kezdi is javasolni. Érdekes, hogy már előtte 1861-ben Pesten, akkor még nem Budapesten, hanem Pesten elkészül a mai ismereteink szerinti első helyszíni fotó, Teleki László gróf öngyilkosságának vagy a sérelmére elkövetett emberölésnek a helyszínén. Nagyon érdekes, hogy már itt 3D-dimenziós képalkotás is készül, tehát a fényképész mester, akit kivisznek, úgynevezett sztereofotón is megörökíti a helyszínt, ez a korabeli 3D képalkotásnak volt egy nagyon
érdekes eszköze. És utána az orvosszakértői területek is fejlődnek 19. század során, először a fémes méregeket tudják kimutatni holttestekből, holttestek szöveteiből, tehát az arzént, majd nem sokkal később a higanytól kezdve az összes többit. A század végére akkor eljutnak a növényi méregek kimutatásához, a bürök és a hasonlók, úgyhogy egyre nehezebb dolga van a méregkeverőknek a tökéletes gyilkosság elkövetésével. A vér kimutatása is fejlődik. Szintén a 19. század végén megjelennek a úgynevezett Teichmann-teszt, vagy a szintén egy magyar nevet mondok, Fellettár Emilről elnevezett Fellettár próba, amik akár helyszínen talált ilyen megszáradt vérgyanús szennyeződésre meg tudják mondani, hogy ez tényleg vér. És hát a 20. század legelején eljutunk a vércsoportokhoz, és így tovább sikerül megállapítani kétséget kizáró, hogy emberi vérről, vagy nem emberi vérről van szó, tehát nem csak azt, hogy vér, hanem hogy embertől származik-e. A vércsoportok révén meg egyre több mindent, egyre pontosabban tudjuk személyeket kizárni, vagy személyeket azonosítani vele. És aztán utána a 20. század vége, 21. eleje egy újabb nagy fejlődés, ugye? Mert hogy a DNS technológia az még a 80-as, 90-es évek krimiaiben se nagyon jön elő, pontosan. Alap, nem? Hát megmondom, a számítógépes adatbázis. Pontosan. És ez a kettő, ennek az egymásra hatása óriási jelentősége van ennek. Valóban a 80-as évek legvégén kezdenek DNS azonosítással foglalkozni bűnügyekben, hogyha megvannak ezek a korabeli vagy 90-es évekbeli krimik, és emlékeztek arra, hogy ilyen, mint az írásvetítő fólia, olyan vannak ilyen szürke csíkok meg pöttyök, és akkor azokat így nézik. Az volt a korabeli DNS azonosítás. Kizárólag arra volt, hogy két mintát összehasonlítottak egymással, nem tudtak belőle adatbázist képezni. Ez meg kellett várni a modernebb eljárást, amikor olyan eredmény jön, ami kódolható, tehát ami megismételhetően olyan dolgokat mér a DNS szakaszokon, aminek az eredményeit számosítani lehet, és azt be lehet tenni adatbázisba, és akár az adatbázisból lehet utána. Viszont a DNS kellett jobban ismerni. Természetesen, meg magukat az eljárásokat, amikkel ezek az információk kinyerhetők, azt is kellett hozzá egyre jobban, és hát ez meg is változtatta mondjuk úgy a bűnüldözésnek az egész milliójét. Ma már annyira érzékeny technikák vannak, hogy nemhogy a pohárról, amiből ittam, le lehet venni a DNS-emet az ajaknyomból, hanem az, hogy itt beszélek, már a mikrofonra valószínűleg telepítette annyit, hogy azonosítható vagyok. Úgyhogy ma már szájmaszk nélkül nem nagyon lehet helyszínelést elképzelni, hogyha későbbi DNS vizsgálatot szeretnénk végezni. Ez egy nagyon fontos dolog. Na hát. Durva. Tessék, és akkor itt aggódsz amiatt, hogy majd a Google megmondja, hogy te merre jártál éppen, ha nem tudod térkép alapján. Egyébként ezek drágák, tehát most valaki, nem tudom, ki akarja nyomozni, hogy voltam-e itt, hogy belihagytam egy bizonyos szobát, akkor ilyen készüléket csak neked van az országban, vagy kettő van, vagy ezeket már terjednek, vagy... Ezzel ugye a Nemzeti Szakértő és Kutatóközpont foglalkozik, ami szinte egy érdekes fejlemény, így a 21. század mondjuk 10-es éveibe kezdték, hogy nagyon előtérbe kerül a bűnügyekben, a szakértői bizonyításban a minőségbiztosítás. És arra van uniós jogszabály, hogy bűnügyekben DNS-t, vagy akár új nyomokat csak úgy lehet felhasználni, hogy akkreditált laboratórium mérte ezeket, vagy vizsgálta ezeket. Az NSKK, a Nemzeti Szakértő és Kutatóközpont, annak mindegyik intézete, tehát a genetikai és a daktiloszkópia intézete is akkreditálva van, tehát az megfelel ennek. Amennyire én tudom, az orvostudományi egyetemeken vannak még genetikai laborok, de tudtommal azok nincsenek akkreditálva arra, hogy bűnügyi mintákat elemezzenek. Ugye ez egy költséges folyamat végigvinni egy akkreditációt. Tehát nem csak műszer kérdése, de egyébként maga a műszerpark is drága, tehát ahhoz, hogy ilyen nagyon kis mennyiségű, vagy nagyon kevert mintából használható eredményt lehessen hozni, ahhoz nagyon jó gépek, nagyon költséges gépek kellenek. Meg hát olyan adatbázis, olyan számítástechnikai háttér és olyan szaktudás is. Igen, igazából azt akartam kérdezni, hogy most értettem, hogy most tanítasz, meg tudom is, sőt, kollégák vagyunk, mert egy egyetemen belül, de hogy ilyen helyszínlelés, hogy megy, egy fölhívnak, és akkor ezt az összes kütyüt, amiről most beszéltünk, a fényképezőgéptől kezdve a mindenen át ki kell vinni, mindegyik kell végigmenni ugyanazon, vagy... Nagyon szeretem ezt a szakmát, mert technológia fókuszú, de benne van ugye az emberi intuíció, hogy kezdesz-e dolgozni, vagy mit csinálsz ilyenkor? Hát ez nagyban függ attól, hogy milyen ügyben kell kimenni, ez ugye általában meghatározza azt is, hogy ki megy ki. A helyszínelők azok Magyarországon most 3 szintre vannak telepítve, a rendőrkapitányságokon, tehát a helyi rendőri szerveknél, van a főkapitányságokon, amiből ugye 20 van az országban, illetve van a központi országos egység, akik meg az országos hatáskörrel dolgoznak, és az, hogy
éppen kimegy ki egy emberül, és általában a területi szerv megy ki, és ezek megvannak a szakmai protokollok, hogy általában mindig a fényképezés videófelvétel az első. Hogyha arról van szó, hogy mondjuk egy 3D-s szkent kell készíteni a helyszínről, olyan eszköze a központi technikának van, tehát az országos egységnek van, ilyen esetben őket is bevonják ebből a célból. És az mi múlik? Tehát ki és mikor dönti el, hogy kell-e mondjuk 3D-s szkent készíteni, ami egyébként micsoda? A rendőri vezetés dönti el, tehát a rendőri vezetők döntik ezt el. A háromdimenziós térszkenner az egy nagyon modern képalkotó eszköz, nem csak gömbpanoráma felvételt készít, hanem lézersugár segítségével hát egy ilyen gömbhéjszerűen letapogatja maga körül a környezetet, és ezt rögzíti a visszavert lézersugárból, és össze tud belőle állítani egy olyan fénypont felhőnek hívjuk, ami a helyszínnek a térbeli modellje. És ezt összerakva gömbpanoráma felvétellel nagyon jó, ugye fotorealisztikus, és ugyanakkor nagyon pontos, általában ilyen milliméter pontosságú wow. képet el lehet érni a helyiségről. És mivel ugye szoftveres háttértámogatás kell ehhez, meg lehet tenni azt, hogy több helyre letesszük a szobában ezt a szkennert, és ezt a több fénypont felhőt ezt össze fogja nekünk rakni a szoftver. Korábban a sima panoráma fotó alkotók erre nem voltak képesek, tehát ott egy fix állásból lehetett fényképezni, nem lehetett így utóbb összerakni, szóval ez is egy nagy lépés. Ezt amúgy használják már ezt a technológiát mondjuk a filmiparban például, vagy a játékfejlesztéskor, vagy mert hogy itt is igaz valamennyire az, nem, hogy a katonai technológia, ami egyben rendőrségi technológia, és azért az jóval megelőzi a... Hát hogyne, ezt építészetből, építészek, tervezők előbb használták, mint a rendőrség, tehát ez onnan jön. A másik felhasználás, azt nem tudom, azt talán te jobban állat. A játékoknál? Ott máshogy gondolkodnak, tehát ott mi építjük meg inkább a világot, nem... Nem akarjuk lemodellezni, vagy nem akarjátok lemodellezni. De arról fogunk beszélni, azt tudom. Egyébként, bocsánat, csak még ennyire visszakanyarodva ez a kihasználja előbb, hogy a katonairól tudjuk, hogy az ugye általában akár évtizedekkel is megelőzi a civil, de a rendőrségére is igaz ez, vagy a rendőrség az pont, hogy hasonlóan kullog így, vagy nem kapja meg a katonai titkos fejlesztéseket? Hát inkább ez a helyzet. Tehát, hogyha az valahol beválik olyan körülmények között egy módszer, amire rálát a rendőrség, akkor kezd el gondolkodni azon, hogy ezt felhasználja, és úgy kezdődik ez általában meg. Ezzel együtt vannak olyan eszközök, amiket civil életben nem nagyon vagy legjobb tudomásom szerint nem használnak. Nyilván mondjuk titkosszolgálati eszközök vagy hasonlók, ami nem is annyira katonai alkalmazás, inkább mondhatjuk azt, hogy egyből rendőrségi titkosszolgálati célokra fejlesztik ki őket, és azok azért nagyon modernek. Mondjuk ezek, amikkel számítógépekből, okostelefonokból adatokat lehet kinyerni, vagy törölt adatokat helyreállítani, tehát ezeket kifejezetten ezekre a célokra fejlesztik. Itt beszélünk az új technológiákról, és bizonyos értelemben ti egy adatforrás vagytok, létrehoztak egy hiteles adatforrást, tulajdonyomatokat vesztek vagy bármit, de az adatértelmezést is tanulni kell, tehát ha én rendőrségi nyomozó lennék, vagy gondolom ők azok kell foglalkoznak. Az, hogy ti milyen új technológiát használtak, meg kell tanulni úgy gondolkodni, nem? Tehát, hogyha én ha nyomozó lennék, akkor sokkal jobban kell ezt ismerni, mert úgy gondolkodjak, hogy van egy ilyen szuper 3D-s kép, és akkor el tudom képzelni, hogy bal feltről jött-e a golyó, vagy hogy van-e valami olyan, de hogy nem csak nektek kell ismerni ezeket, hanem aki... Pontosan, és ez ugye mindig egy nagy kihívás, amikor el szeretnénk magyarázni, miért is jó ez, és miért jobb ez, mint ahogy eddig volt, és itt ugye van sokszor, hogy falakat át kell törni, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy ha jön valami, ami azt mondjuk, hogy jobb, mint ahogy ők eddig csinálták, az az ő munkájukkal szembeni kritika, holott ez általában a legkevésbé sincs így, de általában azért sikerül megmutatni azokat a plusz lehetőségeket, azokat az új lehetőségeket, amiket ki lehet nyerni ezekből a technikákból, és így akkor egy idő után egyre gyakrabban szeretik ezeket igénybe venni, és remélhetőleg egy idő után pedig rutinná válik. Csak ez mindig az első lépések, hogy meg kell mutatni, hogy erre legyen igény, mert ugye ami eddig nem volt, arra igény se nagyon mutatkozik, tehát először meg kell mutatni, hogy ezek hasznos dolgok. És te mindegyik ilyen technológiát kell ismerjed, van-e kedvenced, és melyik a kedvenced? Nem, meg nem egy forma mélységben természetesen. Nekem van egy újnyom szakértői végzettségem, tehát inkább az újnyomokhoz kapcsolódó dolgok azok, amik engem érdekelnek. Van egy fotós szakmám, ami például a képalkotás, nagyon sok szempontból a képalkotás érdekel, de például a 3D szkennerekhez a szoftveres munka, a tényleges lebonyolítás, ahhoz sokkal kevésbé értek, mint a kollégáim a központi technikánál, tehát én abban sokkal kevésbé folytam bele, és nem is nagyon volt affinitásom az ilyen részletek összeillesztése meg hasonlókhoz, illetve hát ezek az adatkinyerési szoftverek, hardverek, ezeket is egy időben használtuk, hát ahhoz is semmi affinitásom nincsen, nekem magamnak okos telefonom sincsen, tehát egy régi fajta nyomógombos telefonom van, meg most már tabletem, hogy azért
ezeket. Miért nincsen? Mármint, hogy valami szakmai averzió, vagy egyszerűen kiszálltál ebből a vonalból? Is. Nem tudom megválaszolni. Úgy alakult, hogy... Idegesít, ha új lenyomatokat hajtsz az eszközödön, vagy igen, új nyomakat. Bocsánat, most már nem fogom többet elhibázni. Na de hát, és aztán a vér, de azt még egy picit tegyük félre, mert hogy én úgy tudom, hogy van is olyan konkrét eset, amit a vérnyomok alapján oldottál meg, és erre nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk. Viszont még egy kicsit az adás előtt pont beszélgettünk két szóban arról, hogy milyen utópikus, illetve disztópikus irányba is elkanyarodhat ez a dolog. Például az, hogy most már a modern DNS technológiánál amúgy van-e annak akadálya, hogy mindenkinek levegyék a DNS-ét. Születéskor vagy a felnőtteknek, akármikor a jogosítvány, mindegy, szóval, hogy teljes DNS adatbázis legyen, és akkor onnantól aztán elvileg bárki bárhol van, bármit csinál, azt lehet reprodukálni. Ez elképzelhető, hogy ilyen lesz? Hát nagyon sok mindent el tudunk képzelni, ez szinte biztos, és az világos, hogy ezt most agályosnak tekintjük, de nagyon sok olyasmi történt az utóbbi mondjuk 20-21 évben, amit korábban agályosnak gondoltunk volna, és most mégis megvalósult. Például a repülőtéri biztonságra gondolok a szeptember 11 után, tehát az sokkal szigorúbb. Nagyon. Itt inkább azt mondanám egy ilyen óriási adatbázis képzésnél, hogy ez leginkább kapacitásbeli, tehát itt költséges dolgokról beszélünk, és időigényes dolgokról beszélünk, tehát ide 10 millió rekordot bevinni elképesztően hosszú idő alatt lehetne. Én szerintem ez a legfőbb gátja ennek. Jogalkotó az biztos tudna olyan magyarázatot kiötölni és olyan jogi szabályozást hozni, hogy azért ehhez mondjuk egy nagyon limitált hozzáféréssel, nagyon célhoz kötött felhasználással, de ez az adatbázis meg legyen, mondom, ennek inkább kapacitásbeli. De közben ugye azt gondolja az ember, hogy az egészségügyi fejlődés kapcsán viszont előbb-utóbb mindenki, aki elmegy orvoshoz, jó, most még nem, de hogy mondjuk 20-30 év távlatában már valószínűleg mindenkinek lesz valamilyen DNS rekordja, akár a körzeti orvosnál, hiszen a mi magunk fogunk adni valószínűleg a személyre szabott orvoslás érdekében. Pontosan, és ugye ez is felvet egy nagyon érdekes kérdést, hogy ha lenne erre lehetőség, vagy hányan élnének vele, tehát mondjuk én szeretném-e tudni magamról, hogy lappang bennem mondjuk egy hajlamosító tényező valamelyik rákfajtára, leadom a teljes DNS-emet, és akkor ezt lehet, hogy meg tudják mondani, de én akarom-e, hogy ezt nekem megmondják, hogy ez is egy jó kérdés lehet. Persze, hát ugye erre azt is szokták tanácsolni, hogy egyelőre inkább ne, hogyha van egy mód, mert hogy nekem van ismerősöm, aki csináltatott, és ezeket ő nem x-elte be, tehát hogy azt mondta, hogy ezt ő nem szeretné tudni, de hogy más podcast műsorban hallgattam egyébként szakértőt, aki pontosan ugyanezt mondta, hogy ő is azt tanácsolná, hogy igazából azért fölösleges, mert amire nincs még gyógymód, az csak egy olyan rettegő állapotot fog akár évtizedekre az emberbe plantálni. Viszont ugye azért azt mondják, hogy egyre több olyan dolog lesz ez a személyre szabott orvoslás gyógyszernél, ahol viszont nem kell azt neked tudnod, hogy mire leszel hajlamos 20 év múlva, de az adott nyavajádra viszont tudnak olyan gyógyszert fejleszteni. Hát igen, másra is kell. Tehát a DNS vizsgálat az klasszikusan ugye azért a Mónika sok elléke volt, hogy most a kinekofia, de azért azon túl azért lehetnek mások most akár a születendő gyermeknek, hogy lesz-e valami betegsége, vagy az édesanyja felkészülése, tehát hogy azért ilyen készülési szempontokban vannak. De ez miért disztópia, hogy mindenkiről lesz egy DNS? Ezért mondom, hogy utópia per disztópia, mert hát ugye ilyenkor jön az ember, vagy jut eszébe az, amikor már tudod, ez a már aztán a végén oda jutunk, hogy azelőtt megakadályozzák a bűnelkövetést, hogy te túl, mint a nem tudom melyik filmben. Beírtak engem mindenféle könyvbe. Nem tudom, hogy ez disztópia, vagy utópia, de hogy igazából egy lehetséges fejlődési irány. Még mielőtt megérkeztél volna, már beszélgettünk arról, hogy például új nyom szempontjából is, ugye az elsősorban kapacitásbeli kérdés itthon is, főleg egy 10 ujjas nyilvántartásban való megrögzítés. De például Dél-Koreában, ami azért egy jogállam, tehát nem egy klasszikus, vagy hát nem egy Észak-Korea, nem egy kínai népköztársaság, stb., hanem azért egy demokratikus jogállam, ott 14 vagy 17 évesen minden állampolgárnak a 10 ujjas nyomatát leveszik. Tőlem is levették, mikor átmentem. És ilyenek állambiztonsági okai vannak, mert egy észak-koreai kémet, mondjuk 21-22 éves észak-koreait úgy becsempészni Dél-Koreába, hogy a 6-8 évvel azelőtti adatbázisban az ő új nyomata szerepeljen, az elképesztően nehéz lenne. És ezért ott mindenkit lenyomatolnak. És van egy ilyen indokuk, ez például egy nagyon jó volt abból a szempontból, néhány évvel, amikor történt a Dunán a hableány sétahajónak a tragédiája. Abban részt vettem az áldozat azonosításba, és óriási segítséget jelentett, hogy az összes koreai áldozatnak megvolt az új nyomata a dél-koreai államnak, és itt csak gyakorlatilag le kellett venni, elküldeni Szöulba, és ott megmondták is, hogy ki az illető, és órák alatt megvolt az azonosítása az összes holtesnek. És amúgy ez tudomásod szerint látszik például a koreai bűnöldözési eredményességi adatokban? Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy ettől ők sokkal hamarabb megtalálják a bűncselekmények elkövetőit? Ezt nem tudom, de nem feltétlenül mondanám, hogy
igen. Azért nagyon sok esetben van, hogy egy felkészült elkövető már tudja, hogy az ujnyom alapján le tud bukni, és akkor akár kesztyűt húz, vagy... Igen, mondjuk azt talán még viszonylag egyszerűen. De például a DNS-nél lehet, tehát akkor innentől, ha nem szkafanderben rabolsz ki egy, nem tudom, bankot, akkor szinte biztosan hagyni fogsz valami nyomot? Szinte biztosan. Aztán, hogy azt a zajba meg lehet-e találni, az egy másik kérdés, de gyakorlatilag biztosan. Tehát most jelen ismereténk szerint biztosan. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy már régóta így gyűlik bennem ez a kérdés, hogy a te szakmád iránt ugye egyrészt mi, mindenki érdeklődik, mi laikusként, de leginkább azok, akik rosszat akarnak elkövetni. Tehát ez mindig így van, hogy a legjobb autószerelők és az autótolvajok ugyanaz a szaktudással, hogy ha én most így bűnöző akarnék lenni, csak ugye nem lehetek a nevem miatt, mert én már robosítva vagyok, de ha az lennék, akkor én tökre tudnám, hogy na, akkor a DNS, ha ráléheg, akkor viszek magammal 20 kis tégelyt, 20 DNS-sel, abból egy mondjuk az aktuális miniszterelnöké, hogy jó, megzavarjam a problematikát, és akkor, de ha új lenyomat kesztyű, meg direkt elvágtam most késsel az ujjamat, most mutogattam a podcast hallgatóknak, tényleg el van vágva, tehát, hogy ilyen előre támadások, hogy azt akarom csak mondani, nyilván döntő lehet, amit te megállapítasz, és megvizsgálsz, és leteszed az eljárásrend elé, hogy mennyire tudtok ezzel kalkulálni, valaki ezt kijátsza-e vagy sem? Igazából akár a technikai rész, akár a helyszíni szemle, ugye ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz, de ez mindig csak egy szeletet ad. Tehát bizonyítás az nagyon sokrétű lehet. Tárgyi bizonyítási eszközök az csak egy, a személyi bizonyítás is ugyanilyen fontos. És akár az is lehet egy nagyon fontos információ, vagy nagyon beszédes információ, hogyha rájövünk arra, hogy valaki tudatosan kívánja eltüntetni a nyomait, abból a felkészültségére, a személyiségére lehet következtetni. Egyébként az, hogy mennyire lehet ezeket megúszni, nyilván aki, tehát amikor nem sikerül elfogni egy elkövetőt, akkor ő nyilván megúszta, hogy ez azért van, mert szerencséje volt, vagy azért volt, mert nagyon felkészült volt, ezt pedig nem feltétlenül tudjuk megmondani, ezt tőle kellene megkérdezni, hogy mi mindent tett meg, vagy mi mindent nem tett meg, és mi mit néztünk el. Tehát ez nagyon fontos egyébként, hogy akár még egy helyszínen talált DNS, az is csak egy dolog. Azt még ki kell egészíteni, meg kell erősíteni, és minden esetben ott kell, hogy legyen a kétely a bűnüldözőben, az igazságszolgáltatásban, tehát szereplőiben, hogy mondjuk egy tanú nagyon szép kerek vallomást tesz, az attól még csak egy vallomás. Lehet, hogy maga biztosan téved, lehet, hogy hazudik nekünk, nem tudjuk mindig körül kell bástyázni, és pontosan ugyanaz a helyzet a tárgyi bizonyítási eszközökkel is, tárgyi bizonyítékokkal. Mi a helyzet a most már mindent látó kamerákkal? Ugye 24 című sorozat, nekem ott volt először ez, ahol így láttam rendszeresen, hogy jó, akkor most kapcsoljátok be a városban az itt-ott mindenhol levő kamerákat, és úgy most én tényleg azt gondolnám, hogy egy magyar városban is már tényleg mindenben van kamerázva, léteznek amúgy ilyen olyan központok, ahol ott ül a helyi Jack Bauer és vagy a kollégája, és tényleg meg tud nézni bármit. Hát nagyon sokféle kamera van, és függ attól, hogy ki üzemelteti őket, tehát a teljesen triviális példa a BKK-nak vagy BKV-nek a kamerái, tehát az nem a rendőrségre van bekötve, az a saját biztonsági részlegük. De olyan szinten sincs összekötve, hogyha mondjuk éppen tényleg lenne valami konkrét autós üldözés, vagy bármi, amihez így akkor hozzáférnétek élőben? Szerintem nem, tudomásom szerint nem. Ellenben visszanézni nyilván vissza lehet. Egy élő kapcsolat, hogy mondjuk egy telefonban mondja, hogy mit lát a képernyőn, ilyesmi természetesen nincs kizárva, de hát hogy ez mennyiben mondjuk egy szervezetszerű megállapodás kérdése, és mennyiben az a munkakultúra, hogy hát végül is ugyanazt szeretnénk, és együttműködünk. Ez jó kérdés, ezt nem tudom pontosan. Pécset dolgoztam nagyon sokáig, ott például a közterületi kamerákat a közterület felügyelet kezeli, de fizikailag bent egy rendőrségi épületben, úgyhogy a kamerát kezelők mellett mindig ült rendőr, akinél volt ugye rendőrségi rádió, szolgálati telefon, tehát pillanatok alatt el lehetett akár rádióforgalmazásban érni az illető kollégát, aki bent ült, és azonnal tudta mondani, hogy melyik kamerát, merre fele fordítsd, mentsd ki a felvételt, meg lehetett kérni, hogy akkor mit tudom én, másfél órával ezelőtt nézd meg, hogy mit tudom én, piros ruhájú lány elmente ezen az útszakaszon, és akkor tudta mondani, hogy igen, kimentette a felvételt. Tehát például volt egy ilyenfajta együttműködés. Tök jó, hát ez létezik akkor. De ugye a nagy testvér az már idejét múlt, ugye nagyon sok kis testvér van. Igen. Tehát ugye a rengeteg magánentitásnak a kameráját, gondoljunk itt az Alle bevásárlóközpontba, hát az sem a rendőrség üzemelteti, hanem a saját biztonságot. Hát most már szinte minden ház, lakás, minden, jó, nem minden lakás, de hogy nagyon sok hely
amelyen ott vannak, az egyébként 1-2-10 000 forintért kapható, és tök jó minőségű. Mielőtt jöttem itt a sarkon, ittam egy kávét, és ott is velem szemben ott volt a kamerája a sövezőnek. Egyébként te, amikor felnézel mondjuk egy oszlopra, akkor azt nagyjából meg tudod állapítani, hogy az tiétek, vagy rendőrségie, vagy ilyenek? Nem, ellenben helyszínelőként kialakult bennem az, hogy azonnal megtalálom, hogyha van kamera. Mármint, hogyha ilyen térfigyelő, vagy ilyen biztonsági kamera van, ugye ezt általában nem álcázzák, és azonnal az az első, hogy körülnézünk, hogy van-e, és akkor kiszúrjuk, hogy van, mert nagyon hasznos tud lenni egy ügy felderítése szempontjából. De akkor ez azt jelenti, hogy időben kitágul a munkád ezekkel a megfigyelési eszközökkel, nem? Tehát, hogy amúgy kimész egy helyszínre, akkor oké, ott van a hullanyomat, az megvan, megtörtént valami, de hogyha így megnézitek a felvételet, időben vissza tudtok menni az előtti állapotra. Hogyne. Ha le tudjátok kérni az okostelefonok mozgási adatait cellákból, satöbbiből, digitális kultúraforgalmakat, akkor végül is olyan dolgokat tudsz rekonstruálni, amik kvázi a levegőben van, és mégis oda tudod. Pontosan, és ez a kriminalisztikának a talán utolsó ilyen mérföldköve, amiben pillanatnyilag benne élünk, ez a digitális adatoknak a felhasználása. Éreztem én. Igen. Mondjuk ez nem helyszínelői feladat, tehát ez már az ügynek a nyomozója, az ügynek a gazdája fogja, aki helyszínelést követően, ugye az ügynek az előadója, ezt így mondjuk. Ugye, de nem ez a helyszínelés jövő? Nem ez lesz, hogy te ezt régóta csinálod? Természetesen ideális esetben ez már a helyszínen meg tud kezdődni, hogy visszanézzük a kamerafelvételt, megnézzük, hogy merre mozgott, mihez nyúlt hozzá, hol jött be, merre ment ki, és ez már ott akár a helyszínelési munkát is orientálja, meg főleg ezt a nyomonüldözést, az úgynevezett nyomonüldözést, vagy forrónyomos felderítést is orientálni fogja. A kutyáknak most még van jelentősége, vagy ők maradnak is? Van. Ez is olyan, hogy Budapest belvárosában nyilván sokkal kevesebb, mint mondjuk vidéken egy családi hétvégi házas környezetben, de van, nagyon komoly jelentősége van a nyomkövető kutyáknak is. A bűnügyi célból nem csak nyomkövető kutyák vannak kereső kutyák, a robbanóanyagot, kábítószert, holttestet. Katasztrófavédelemnek van olyan kutyája, ami égésgyorsító keresésére van kiképezve, és egy kiégett helyszínen égésgyorsító maradványt keres. Külföldön van olyan kutya, ami gyorsító. Égésgyorsító. Benzin? Ilyesmiket, igen. Tehát, hogy gyújtogatás történt. Hát legalábbis megtalálja, hogy honnan érdemes mintát venni, és akkor ezt majd egy laborba, kromatográffal megmondják, hogy van-e benne valóban olyan, vagy... Ugye ez is nehéz kérdés, mert leég egy modern bútor, azon azért nagyon sok olyan lak megragasztó van, amit persze. A kromatográf ki fog hozni, hogy ezek lehetnek égésgyorsítók, csak hát egy bútorban meg egyébként is benne vannak, vagy egy benzines kocsi kiég, és van benne benzin a maradványaiba, az ugye nem egy nagy perdöntő dolog, hiszen az ott lehet. De ugye vannak másfajta kutyák is, a keresés a nyomkövetőn túl a szagazonosító kutyák. Ez is egy nagyon érdekes, és az például nem nagyon fog a közeljövőben kimenni a divatból, mert olyan műszert építeni, ami a kutya orrát, illetve a kutya gondolkodását vagy ösztöneit tudja helyettesíteni, az azért még a jövő zenéje. Azt egyébként, Árpi, te is ugye mondtad egyszer, hogy a szag az a terület, ahol a legkevésbé fejlett az érzékszerv, nem tudom, stimulálás. A orrunk borzasztóan érzékeny, és egyébként a legelső ilyen érzelmi stimulációkat, illatokat tudjuk elérni, de hogy nincsenek szabványaink, ugyanaz az illat, nagyon más vált ki egy emberből, lehet, hogy én imádom, másik gyűlöli, és ezért nem terjed el a kereskedelembe, hogy egy moziba betolom, hogy most bűz legyen. Lehet, hogy valakinek pont azt tetszik, ne fürdjél le, ilyesmi, és tehát, hogy ilyen értelemben mondtam, de amúgy az illatokkal nagyon lehet játszani, csak a feldolgozási kód nagyon más emberenként. Aha. Értem. Illetve például a kutya meg tudja azt tenni, hogy két dohányos kávéfogyasztó ember, aminek ugye cigi és kávészaga van, abba is megtalálja, hogy ezek miben különböznek egymástól. Tehát ezek nagyon jók. Egy műszer az lehet, hogy elvérezne ott, hogy a 40% kávé, 40% cigi, a maradék 20-at meg nem biztos, hogy meg tudja különböztetni. A kutya meg igen. Itt is igaz akkor tulajdonképpen az, ami most már annyiszor megint előjön, hogy az összes új technológia mellett azért megmaradnak a régiek is. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy most már senki nem foglalkozik új lenyomottal, hiszen van DNS. Új nyomattal, bocsánat, vagy bármi ilyesmi. Tudod, mi így mondjuk, hogy új nyom, de idejön. Vagy a kutyákat most már nyugdíjba lehet küldeni, mert tehát, hogy alapvetően akkor az eszköztár egyre szélesebb, viszont minden maradt, tehát a legrégebbi, nyilván a fotó az persze jobb már, mint volt. Igen, tehát inkább ilyen jellegű változások vannak, hogy például a fényképezés az már digitális fényképezőgéppel persze, történik, hát a kamera, tehát a videófelvétel az is digitális technikával történik, de van még mind a kettő, és nem is nagyon fognak ezek kiszorulni, vagy megváltozni. Ugyanígy az únyom kutatási módszerek, vagy únyom előhívó módszerek az is olyan, hogy természetesen fejlődik, és van olyan, amire azt mondjuk, hogy idejét múlt, általában azért idejét múlt, mert van egy új, ami jobb.
ami ugyanazt tudja, vagy még hatékonyabb, és egyszerűbb használni, vagy kevésbé veszélyes használni. Itt azért a vegyszerek között volt olyan, vagy van olyan, ami simán rákkeltő, vagy robbanásveszélyes, és csak laborba lehet szellőzés mellett védő ruhába. Hát hogyha találunk egy olyat, ami nem veszélyes, nem mérgező, és ugyanazt az eredményt hozza, akkor nyilván a korábbi az ki fog szorulni egy idő után. És ilyen nagyon sok van, de maga az elf, hogy az újnyomokat elő kell tudni hívni, mert pótolhatatlan segítséget nyújt, az megmaradt. És akkor egy kicsit, vagy Árpi, mond. Azon gondolkodok, hogy mi lesz a következő forradalom, vagy merre halad, és hogy és hát a minél több adatot gyűjtünk, végülis azzal a bűnözőknek a kijátszási technikáit csökkentjük. Tehát ugye mondjuk van egy totális kamerás megfigyelés. Oké, fölhúzom a baseball sapkámat. Ha a baseball sapka nem, akkor melyik vonban az a amerikai krimi sorozata állandóan cserégették az arcaikat, bementek ott, dobálták föl le. De hogy nyilván viszont, ha rólam már sok felvétel van, mert már sok felvétel van, mert itt élek Budapesten, akkor már a mozgásom is rögzül. Tehát magyarul minél több adat gyűlik, te annál pontosabban tudod majd ezeket a mostani forradalom eredmények felhasználni, vagy ez egy ilyen illúzió, amit én most csak így kitaláltam, nem létezik ekkora kapacitás? Hát egyrészt kapacitás, másrészt ugye nem szabad, hogy ezek a modern technikák a régieket megszüntessék, mégpedig azért, mert lehet, hogy Budapesten nagyon sok kamera van, és van olyan kapacitás, hogy már a mozgásból személyazonosítást tudnak végezni, vagy a mozgásból személyiségjegyeket viselkedésre következtetést tudnak. Én is fejlesztettem ilyet, csak... Igen, elvileg a repülőtereken is kísérleteznek ilyennel, ugye egy személy mozgás kiderítik, hogy ő csak egy utas, aki átszáll, vagy ő éppen valamit rejteget, vagy valamit csinál. Pontosan. Na ez már azért egy kicsit a disztopikus dolog, nem? Hogyha véletlenül, nem tudom, van egy tyúkszem a kislábújadon, és éppen úgy sétálsz, akkor már le is tepernek. Csak például Siklóson, a város egyik félrelső utcájában, ahol lehet, hogy nagyon sok bűncselekmény történik, ott nincs kamera. És lehet, hogy olyan követi el, akinél nincs ott a telefonja. Igen, vagy hát ha gondolom, ha nagyon sok, akkor előbb-utóbb telepítenének, de ha csak egy, és az viszont egy súlyos, akkor... Igen. Mindig ez jelenti a problémát. Mert hogy olyan, hogy teljes lefedettség legyen, olyan igazából nem nagyon van. A másik, hogy a bűnözők is tanulnak. Tehát ugye, hogy az elején, mondjuk a 20. század első felében még le lehetett buktatni őket egyszerűen, mert az újnyomukat ott hagyták a helyszínen, hát utána kesztyűt húz a betörő. Ennek ellenére nagyon sok újnyom keletkezik most is helyszíneken, mert van az a mondás, hogy alkalom szüli a tolvajt, és ez sajnos igaz, illetve az emberüléseknek egy jelentős része az például annyira egy indulatvezérelt, annyira egy hirtelen dolog, nem készül rá, utóbb próbálja meg eltüntetni esetleg a nyomait, vagy hogyha olyan hatással van rá, akkor még az se, hanem elmenekül, vagy tehát, hogy ott maradhatnak újnyomok. Ennek ellenére, aki felkészült, az felkészül arra, hogy ezek alapján őt ne lehessen megfogni, és nem azt mondom, hogy ezek a egyre komplexebb adatbázisok könnyen kijátszhatók, de lehetséges, ahogy egy magasra fölhelyezett lefele szögben álló kamerát mondjuk egy baseball sapkával vagy egy kalappal ki lehet cselezni, lehetséges, hogy elsajátítanak olyan mozgási módszereket, akár úgy, hogy kavicsot belerak a cipőjébe, és egy kicsit másképp fog tőle járni, és akkor már nem ismeri föl a szoftver akár. Most csak igen, ezek mondom. Mindig oda-vissza játékok, tehát azért is nem szeretnek beszélni a technikáról, de hogy ez mennyire a reptereken, amikor még nem is volt meg a ikertornyok lerobbantása utáni bevadulás, már azelőtt is azért kezdtek alakulni, de azután pláne rájöttek, hogy az ember intuíciót nehéz pótolni, és hogy az, hogy fölfigyelni arra, hogy valaki máshogy viselkedik. Tehát persze be van kamerázva, stb., de arra kérték a reptér dolgozóit, hogy figyeljék azt. És ezek olyan kis intuitív dolgok, hogy látod, hogy megtörik a mozgás ritmusa, ott nézelődik, ahol nem kell, vagy bármi, tehát így fölfigyelsz rá, viszont ez gépi tanulásra tök jól megtaníthatod. Tehát én nem azt szeretném, hogy mindenki be legyen rögzítve minden arc, de hogyha mondjuk van egy olyan algoritmus, ami ezt az emberi intuíciót kopizza, mert ha ezt egyszer leprogramozik, kopizható, akkor a reptéren vagy nagyobb pályában fölismeri a furább mozgás, utána nem azt jelenti egyből, hogy bűnös vagy bármi, mert mindig lehetnek kivételek fölfelé. Édesapám volt beteg, egyszer mentünk át egy határon, és hát teljesen átugrott a fél határőrség, hogy na, akkor egész biztos aranycsempészek vagyunk, aminek mi tökre megörültünk már, amit tök jó lett volna, van legalább egy gram aranyunk, de hát ugye... Hát sos... adnak, nem, ha már nálad nincs. Sose láttunk ilyet, de nekem ilyen fejem van, mert amikor autózni szoktam, akkor mindig a fűére állítanak meg. A lényeg az, hogy mivel hogy húzta a lábát, azt látták, hogy nehezebb a csomagja, mint amit ő mond róla, és amiért bekerültünk a gyanús kategóriába, és mégis nem volt harag, tehát mondtuk, hogy nincs. Oké, ezekkel az okniker kár volt, amit kidobáltak, de minden esetre oké, csak hogy ilyenre gondoltam a totális meg. Azon gondolkodom, hogy te azért most átértél hihetetlen nagy, két nagy robbanást is ebben a helyszínlelésben, a digitálistok, ez a totális megfigyeltségek és az új technikás, gondolom sok van,
hogy szerinted merre halad ez, vagy hogy képzeled el magad 5 év múlva, mi lenne az ideális helyzet? Tehát, hogy te hogy szeretnél dolgozni? Nem is az, hogy milyen lesz a világ, de hogy milyen kütyükkel, vagy hogy... 10 év akár, vagy 15, igen. Ez jó kérdés. Ugye az, már akartam az előbb mondani, hogy nem véletlenül hívják ezt bűnüldözésnek. Tehát itt azért mindig a nyomában megyünk annak a fejlődésnek, ami a másik oldalt jellemzés, ami megújuló kihívások elé állítja a bűnüldözőket, illetve az igazságszolgáltatást. Hogy ez milyen irányba fog fejlődni, az nagyon jó kérdés. Például a közösségi média, közösségi oldalak, ezeket egész egyszerűen sci-fi szerzők se nagyon látták előre. Mindig nagyon tetszik a... Hát, vagy legalábbis nagyon sok, de például nagyon tetszik, értem, a mire gondol. Stanislav Lemnek van a Kudarc című regénye, és akkor ott van, hogy hogyan indul el az expedíció a másik bolygót felfedezni, és leírja a szuperszámítógépet, leírja a hajtóművet, és abszolút futurisztikus, majd a végén ott van, és egyébként több kilométer filmet visznek magukhoz, mert mindent meg akarnak örökíteni. Tehát, hogy eszébe se jutott, hogy memóriakártyán el fog férni kép. Ha mondjuk 20 évvel ezelőtt az akkori 20 éveseket, akkori 30 éveseket megkérdezte volna valaki, hogy figyelj, te önként föltöltenéd a netre a fotóidat, a nevedet, a munkahelyedet, azzal, hogy azt mindenki lássa és megjegyzést tudja hozzáfűzni, nyilván a 90% azt mondta volna, hogy nem. Most mondjuk 40-50 évesen meg jelentős részük ezt csinálja, és ez is olyasmi volt, amit nem láttak előre. Nagy fotóadatbázisunk van, igen, hogyha erre lenne szükség. Igen. Úgyhogy az, hogy milyen irányba fog ez tovább fejlődni, az egy nagyon jó kérdés. Én ugye olyat, hogy most kitalálnak valami olyan új nyom rögzítő módszert, vagy új nyom előhívó módszert, ami nagyon nehéz felületeken is nagyon jól elő fogja hívni az új nyomot, nem tudom, ilyet nem nagyon látok. A genetikában sokkal nagyobb potenciál van abból a szempontból, hogy még csak most pedzegetjük azokat a területeket, amiket egyrészt magának a biokémiának a fejlődése, a módszerek fejlődése, másrészt a génnek a megismerése, harmadrészt meg a számítókapacitásnak a robbanásszerű, több nagyságrendű fejlődése hozott el. A rokonkeresés például ilyen. Tehát az, hogy van egy DNS-em a helyszínről, és nincs bent a gazdája az adatbázisban, de meg tudom nézni, hogy olyanok, akik vérrokonai lehetnek, azok vannak-e bent, és akkor adott esetben ilyeneket meg lehet találni. Mondjuk ennek a társadalomtudomány is örülne, ha közé tennétek ezeket, de mindegy, csak mondom, nem gond. Hát át kell sétálni a szomszéd emeletre, nem a közszolgálati egyetemen. Ilyen jellegű publikációk vannak egyébként, de mondom, ez azért még gyerekcipőbe jár minden esetre, amikor egy-egy olyan nagy ügy van, vagy egy-egy olyan nagy hír van akár külföldről, hogy mondjuk évtizedek óta megoldatlan ügyet sikerül megoldani, lehet, hogy azoknak a hátterébe valami ilyen van, hogy az illető nem lett, tehát nem egy cold hit találat van, hogy az illető bekerült az adatbázisba, és hirtelen meg lett a találat, hanem ezek a rokonkeresési módszerek vezettek eredményre. Vagy ilyen a betűszóval a FDP? Igen. A forenzikus DNS fenotipizálás. Olyan, wow. Amikor a DNS anyagmaradványból... Még segíts! Igen, DNS anyagmaradványból meg tudják mondani, vagy megpróbálják megmondani, hogy a genetikailag meghatározott fenotípus, tehát a külső jegyek, genetikailag meghatározott jegyei az egyednek, azok mik lehetnek. És ugye ez kezdetektől megvan, hogy az, hogy férfi-nő, azt meg tudják mondani. Na de hajszín, szemszín, testmagasság, testalkat, ki tudja még mi minden. Ugye ez is viszonylag gyerekcipőbe jár, például az, hogy balkezes valaki, az genetikailag vajon meghatározott-e. Az, hogy hajlamos a cukorbetegségre, sváb felmenőkkel rendelkezik, és akkor ez már lehet egy disztópia, hogy összeállítunk egy ilyen fenotípust, ismeretlen elkövetőről, majd bemegyünk a kórházba, és megnézzük, hogy mit tudom én, Schneider meg Mayer vezetéknevű, vagy anya nevű betegek cukorbetegséggel jelentkeztek. Aha. Hát igen, bár mondjuk ez önmagában még végül is nem feltétlenül disztópia, ezt sem most meg én mondom, de hogy igen, szóval akkor ez azért egy nagyon izgalmas. És hogyha sváb helyett mást mondok? Nem, mert itt a problematika mindig az a nagy adatbázises beszélgetéseknél, hogy ki használja fel és mire. Pontosan. Tehát, mert itt azt mondjuk, hogy te egy delegált, megbízható, irányítása nyugodt ember vagy, és valószínűleg erre fogod felhasználni, de nyilván, hogyha most itt túlozva, egy új nagyomatból megmondja, hogy néz ki, meg akkor és ezt valaki más használja fel, akkor az lehet fura. Meg ugye, ha ez fejlődik, ha ez működik, akkor nem csak a nagy állami adatbázisból lehet, ahova a szányák a hártya törlete bekerül a gyanúsított személynek, vagy a helyszínről bekerül az ismeretlen minta, hanem potenciálisan bármiből. Tehát a kiköpött rágóból, az eldobott cigaretta végből, a gyors étterembe, a csomagolásból. Tehát ebben ez is van, és nem biztos, hogy ezt egy állami cég fogja, hiszen ez
idézőjelben mindössze pénz kérdése, hogy milyen DNS elemző apparátus, meg milyen számítógépes háttér áll mögötte. De mondhatom az életkor meghatározást, az is kísérleti módszerek vannak arra, hogy elképesztően pontos a hónapok pontossággal meg lehet mondani személynek az életkorát DNS változásból, úgynevezett metilációból. Magyarul akkor azért arra lehet számítani, hogy nektek bűnüldözőknek azért az az eszköztár, az belátható időn belül, ami persze lehet 10 év, 15 év, 20 év, de azért az a rendelkezésre fog állni, hogy akkor már tényleg a DNS-ből nagyjából meg tudjátok mondani, ha nem is név szerint, de azért azt, hogy ez egy 47 éves, nem tudom, ázsiai férfi volt. Az mondjuk elég izgalmasan hangzik, és én azt kérdezném még mielőtt arra a vérnyomos esetedre rátérünk, mert azt el kell mesélned, hogy hogyan történt, hogy viszont maga a bűnözés az mennyit változott ezeknek a hatására is. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy mondjuk autórádiókat lopkodni, az manapság már nem egy trendi dolog, nyilván nem azért, mert könnyű elkapni, hanem mert nincs értéke. Nyilván értjük azt is, hogy a cyberbűnözés az biztosan jóval inkább előre tört mondjuk 30 évvel ezelőtthöz képest, de hogy mondjuk az ilyen erőszakos bűncselekményeknek a dolgai, ezek valamennyire változtak így a technológiával, vagy az nem? Véleményem szerint nem. Volt pár éve egy konferencia, ahol a helyszínelők, vagy ilyen jellegű munkakörbe voltunk, és egy portugál kolléga tartott előadást, és mutatott képet, hogy a 30-as években ugye kemény kalapos zakós urak helyszíneltek, a 90-es években ez a kockásink farmer hátulra betűzött stukker típusú helyszínelők, és mutatta... A hallgatóknak ez... mondom, hogy kockásinkben van, stukkerről nem tudunk. Nincs. A napjainkban, vagy akkor mondjuk 2015-ben, akkor pedig a teljes hófehérkezes lábas szájmaszk dupla kesztyűre szikszalagozva az overallhoz, lábvédő, stb. És hogy ezek a bűnüldözők. És mutatott egy képet 1920-ból a baltával agyoncsapott kocsmárosról, mutatott egy képet 2010-ből a baltával agyoncsapott kocsmárosról. És gyakorlatilag annyi, hogy a háttérben volt színes tévé, meg Coca-Cola hűtő, a másik esetben pedig még nem, hanem egy bor kimérés volt. Ennek mondjuk az is lehet oka, ugye, amit említettél, hogy azért, és ezt talán lehet mondani, hogy szerencsére van így, nem, hogy a konkrét emberülési, meg súlyos testi sértési esetek nagy része az indulat vezérel, tehát, hogy azért még nincs az, hogy nagyon sokan terveznének gyilkosságot. Igen, általában igen. És az meg nyilván nem változik, az nem technológia függő. Igen. Az ember az ugyanilyen volt az érzelmeit, meg az indulatait tekintve. Na hát, és akkor itt köthetünk át arra a vérnyomós esetre, mert hogy gondolom, az egy erőszakos bűncselekmény volt. Ugye én erről annyit tudok, hogy Dulai Péter az Élet elleni bűncselekmények című blognak a szerzője, szintén kriminológus, ő talán doktorandusz hallgató nálatok. Igen. Amikor mesélt rólad, akkor mondta ezt, hogy volt egy ügy, amit te megoldottál vérnyomok alapján, vagy segítettél a megoldásban, ahogy a Dexter. Igen, ez azért volt emlékezetes ügy, mert ez volt az első olyan alkalom, amikor én vérnyomelemzéssel közre tudtam működni egy ügynek a megoldásában, és ez volt az első olyan ügy, amikor kaptunk visszajelzést arról, hogy az, amit megállapítottam, az úgy helytálló. Ekkor a központi helyszínelő egységnél dolgoztam én is, és szereztünk be olyan szoftvert, ami ezt a nyomelemző munkát segíti, és ezt a tolómérős méricskélését, a különböző fröccsenési nyomoknak, meg a szögfüggvény számítást, meg utána a madzaggal a röppályának a modellezését, ezt kiváltja. És mert hogy ezek egyébként voltak előtte? Tehát igen, hogy tényleg megcsináltatok, hogy madzaggal? Igen, csak én nem. Tehát, hogyha ezt még így kellene, akkor én nem foglalkoznék ezzel. Tehát te már a kényelmesebb szakaszban szálltál, amikor igen, a gép számol helyettet értem. Pontosan. Csak egyet érteni tudok. Digitális fényképek segítségével a szoftver azt tud működni. Nyilván az összképnek az átlátását, meg egyáltalán az, hogy melyik nyomokat érdemes mérni, meg melyikkel érdemes számolni, az a szakembernek a feladata. Tehát a szoftver az tényleg csak azt a terhet veszi le a lábról, hogy a szakértő által, vagy a szakember által kijelölt nyomoknak a szögét kiszámolja és megjeleníti. És ez egy emberölési ügy volt, ahol szerencsére hamar megfogták az elkövetőt. Így a vérnyomelemzés sok más módszerhez hasonlóan nem arra való, hogy ismeretlen elkövetőt előhúzzon a kalapból, arra viszont nagyon jó, hogy általa előadott verziókat, vagy tanú által elmondott vallomást megerősítsünk, gyengítsünk, cáfoljunk, és így tovább. Amikor megfogták az illetőt, a főkapitányságnak az emberei, ő beismerő vallomást tett, majd kivitték a helyszínre, úgynevezett helyszíni kihallgatás keretében ezt a vallomást megismételte. Ez azt jelenti, hogy kiviszik őt a helyszínre, eddigre ugye szemlével már végeztünk, és ott elmondta, illetve elmutogatta, hogy ment be, mit csinált, hol volt a sértett, és így tovább.
És a véres nyomok alapján sikerült nagyon jól rekonstruálni, hogy hol állt a sértett, amikor megkapta azokat az ütéseket, amik végül az ő halálához vezettek, és nagyon szépen kijött a vérnyomokból, hogy ennek az elején ő állt, majd utána lehajolt, vagy legugolt, letérdelt, utána leült, majd a végén elfeküdt. Nagyon szépen lehetett követni az ő mozgását, meg ezt követően a mozgását, amíg megpróbálta szobába visszamenni. És én nem tudtam, hogy mit fog mondani a gyanúsított személy, amikor ezt készítettem. Akik kihallgatták, nem tudták, hogy én mire jutok a helyszíni nyomok alapján. Uh-huh. És úgy vitték ki a helyszíni kihallgatásra, hogy nem tudták, hogy ennek mi lesz a... Tehát, hogy én mire jutottam. Majdnem ugyanazt elmondta. Majdnem pontosan ugyanúgy. Oh. És ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy akkor ez mégsem egy ilyen parasztvakítás, vagy mégsem egy ilyen elméleti dolog, hanem ez nagyon is jól működik, és mondom, ez egy nagy korlátja, tehát ez nem arra való, hogyha teljesen ismeretlen az elkövető, akkor... Persze. Viszont, hogyha egy... A minősítésére inkább talán nem, pontosan, mert nem pontosan, mindegy, pontosan. Hogy egyet ütött hirtelen felindulásból, vagy még amikor a földön feküdt, akkor pontosan, is folytatott. Pontosan. Vagy hogy mennyiben lehetett ez önvédelem, mennyiben történhetett egyáltalán úgy, ahogy elmondja az, aki túlélte. Ugye ez is egy nagyon fontos. Vagy éppen mennyiben felel meg annak, amit elmond az, aki a sérült volt, de túlélte. Igen, tehát igen. Az előbb a túlélnél, tehát aki az elkövető, mondjuk van egy konfliktus, igen. És az egyikünk meghal, a másik túléli, akkor nagyon fontos, hogy amit ő elmond, az mennyiben hihetünk neki. Ugye ezek nagyon fontos dolgok lehetnek. Egyébként mióta van ez? Jó kérdés. Ez is legelőször a 19. század végén ezzel foglalkozott egy lengyel orvos szakértő, és utána úgy tűnik, hogy feledésbe merült. Uh-huh. Volt orvos professzor a 30-as, 40-es években, az igazságügyi orvostannak a professzora, ő is foglalkozott ezzel, de aztán megint feledésbe merült. A 70-es években az Egyesült Államokban, meg az olaszoknál elkezdték ezt ismét kutatni, korábbi előzményekre. Egyébként pont Orsos professzornak a német nyelvű kis tanulmánya is hivatkozott műebbe, és onnantól kezdve indult ez világhódító útjára, ha szabad ezt így mondani, nemzetközi esedéssel, tehát nemzetközi társasággal, 3 évenkénti konferenciával, és így tovább. Magyarországon pedig igazából mit tudom én, volt mindig egy-két ember, aki foglalkozott ezzel is több más mellett, vagy nyomszakértőként, vagy orvos szakértőként, vagy genetikus szakértőként, aki dolgozott, és akkor foglalkozott ilyen jellegű ügyekkel. Igazából 2015-ben, tehát egy-két évvel a országos helyszínelőegység indulása után volt az, hogy akkor erre való ilyen célszoftvert, elemző szoftvert szerezzünk be, és akkor kezdjünk el ebbe intenzívebben dolgozni. Ez vadi új. Árpi, mit akartál kérdezni ezzel kapcsolatban? Hát én rengeteg minden, de nem fog beleférni, kell máskor is beszélgetnünk. Csomó kérdésem, de néhány személye, vagy egy személyes marad így a végére. Hogy te szereted ezeket, amikor ilyen, vannak ilyen sorozatok, amik erről szólnak, hogy ezeket szereted, vagy rühelled? Jó kérdés, alapvetően szeretem, sokszor szokták megkérdezni. Tehát csillogó szemben nézed, hogy tök jó, meg mi is így, vagy... Tetszik. Általában a módszerek azok, amiket bemutatnak, azok mindegyike valid. Legalább valamilyen szinten azok létező, működő módszerek. Ezzel együtt ezek filmek, vagy sorozat epizódok, amik arra valók, hogy szórakoztassanak, de nagyjából ennyi. Tehát olyan nagyon elrugaszkodott dolgok azok azért nem szoktak lenni, inkább olyan van, amikor egy létező módszert bemutatnak, mint hogyha valami hatalmas újdonság lenne, holott nem az, vagy amikor, mit tudom én, a nagyon ritka kivételt hozzák, hogy most akkor csak azzal lehet elérni egy eredményt, és de alapvetően ezeket nem nagyon nézem, a Dexter sorozatot azt pont néztem. Egyébként a többi helyszínelő sorozatokból, azokból nagyon sok epizódot láttam, de például olyat, hogy mondjuk egy évadot megnézek valamelyikből, arra még nem volt példa, de amikor tévébe pont elkapom, akkor nem kapcsolok el csak amiatt, hogy ez egy helyszínes. Igazából nem is ezt akartam ezzel kérdezni, mert gondoltam, hogy ezt mindig megkérdezik tőled, mert ezt minden szakmától megkérdezik. Hanem azt hittem, miért szereted ezt csinálni, azt azért kérdeztem ezt, hogy ez kiderüljön nekem. Mert hogy azért tud ez kemény is lenni, azért mégiscsak bűnügyi helyszíneken vagy. Egy nagyon nyugodt embernek tűnsz, aki szisztematikusan gondolkodik. Azért kérdeztem, hogy nézed ezeket a sorozatokat, mert hogyha ebbe élsz, hogy jaj, de jó, ez egész napi nézegeső nyomokat sedni, ez a tök cuki, hogy miért szereted ezt a melót? Ez egy nagyon jó kérdés, és nem tudok rá igazából válaszolni. Moldovának van a Bűn az élet című könyve, és annak a legelején van egy idézet, valamelyik rendőrtől talán névtelenségbe is hagyja, hogy soha nem szabad megkérdezni a rendőrtől, hogy miért lett rendőr. És szerintem ez valahol egy hasonló kérdés. Igazából nem tudom megfogalmazni, hogy mi fogott meg ebben. Nem feltétlenül akartam én mindig ezzel a területtel foglalkozni, de nem bántam meg, hogy ezzel foglalkozom. Csinálod, ha jól érzem, terepen vagy.
tanítasz új módszereket fejlesztesz. Igen, ez is nagyon fontos, hogy nem ég ki az ember abból, hogy mindig ugyanazt kell csinálni, hanem nagyon sok különböző szempontból, vagy eltérő szempontból tud foglalkozni. Nagyon hasonló kérdésekkel az mindig sokat segít valószínűleg. Hát és mi pedig köszönjük, hogy vagytok, nem? Függetlenül attól, hogy miért kezdtétek el, mert azért ez nekünk átlag embereknek, civileknek ez biztosan csak jó. És nagyon szépen köszönjük ezt a mai beszélgetést is, roppantul élveztem én mindenképpen. Szerintem ebbe a témában is maradt még annyi, hogy majd fél év múlva folytatjuk, ráadásul addigra még hova fejlődik majd a technológia. Most csak annyira szeretnénk még felhívni a figyelmet, hogy március 28-án hétfőn élőben is találkozhatok majd velünk Budapesten a Keksőrművházban, az Orlai utca és a Bartók Béla út sarkán, ez egy hétfő este, talán 6 órakor, ha minden igaz. Csinálunk egy élő beszélgetést, az első élő jövő zenéje lesz. Ez pedig a valahányadik adás volt a második évadban, Petrétei Dáviddal nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Sziasztok! Ez volt a jövő zenéje.